to myself, I got demons in my head. I ain't tryna talk, so I left them all red. If she ain't moving right, then I try to get left. She just wanna smoke with me cause I'm up now. Ah, bocs, itt vagyok. Figyelj már! Hogy aludtál tegnap, te kis éceszegű? Nagyon jó. Tudom, mire leszek kíváncsi? Szép a lógus vagy, mi a rá? Hát tudom, mire vagyok kíváncsi, te kis éces szétkúszekű köcök bunkel? Hogy mikor elkaplak, te kis faszopocicka? Te kamu gangster elkaplak, és hogy fogsz aznap aludni, érted? Tudod, mekkora gangster vagyok? Mafia ilyesmi! Félbe haver, mióta akarsz már elkapni, érted? Csak mondom, hogy megfigyelés alatt vagy ilyesmi. Érted, most hol vagyok? Most... titkos. Na, korvára nem tudod, hogy hol vagyok. Ki fogod nyalni a szeggem, Luci, meg foglak kúlni, te kamugengszel! Ki fogod nyalni a szeggem, meg foglak támadni, te tiglis! Te kis cicka kamugengszel! Meg leszem a kulva! Ah, itt a pipacba! A pipacba! Mi a helyzet? Mit jár? Írtam SMS-t, tudod, nem akartam terciből mondani, az ember lablász. Igen, megvan? Hát nincsen meg, lajta vagyok, de nem lajta múlik ember, de már megvan a taktika, belablász, ilyesmi, profi munka. De az a lényeg, csak azért, nagyon sokszor hívtalak ember, nem voltak kikapcsolva, ki voltak kapcsolva? Hát, ja, ki voltam. Hát jó, akkor ma most akkor elélhető vagy, ez te? Ma vagyok egész nap. Jó, király, és jövő héten mikor? Micsoda? A jövő héten mikor? Hát jövő héten délutánon kint egész héten vagyok. Ó, király! Jó, jövő héten akkor leszállítom az álót, nem mondjuk egy Gyuli bácsit. Na, az fasza. Nagy jó, király! Miért téged, Tíciá, hogyha a Gyuli bácsit leszállítod. Profi munka! Már kifigyelés van, már hetek óta kifigyelés, minden tudunk, hol lakik, mikor, ilyesmi, minden profi. Nagyon jó, Tíciá. Á, profi munka. 25-ig értem, de 75-öt kapsz érte a lesz. Teszik mennyit? 75 000. Á, az a szok? Az kurva sok. Jó, rendben, Pipac báci, puci. Puszillak, szia. A kurva életbe 75 000 leuló ember! Hát azért még saját magamat is ellapolom! A francba! Na mi a bunkel? A francba! Ez nagyon előszakos gangster! Nem normális! A picába! Mi is legyen taktika? Elütöm ész, akkor mikor a földön fetleng, akkor ellapolász. Üldözész, megfigyelész. A francba. Aha, most a mentős. Jézusom. Az nem bunker! Az nem bunker! Basz meg! Egy kicsit félrenézek ezt is, ahol elmegy. Az nem ő volt. Ott vagy köcsög bunker. Megfigyelész! Köcsög bunker. Kinyillak, öcim ma! Kinyillak! Vagy másnap. Itt. Csak az a baj, senki nem láthatja, hogy ellabolom, mert akkor felhívja a bunkert, és tudni fogja, hogy csapda. Most még néz engem. Úgy kell ellabolni Ipcét, hogy egyedül legyen, érted már? A munkamú telefonálás. Kocilopász. Foszok, egy kicsit foszok. Aflasba. Okay. Oh, it's up. Semi boy. Semi boy. Na igen, teszik. Halló, teszik. Itt állsz le, baszka. Van egy kis dolgom, nem szakál felhívlak és megyek, érted? Nem kell, Bippóval már megbeszélem. Képzeld el, elszóltam a rendőrszékről a lila Audit, kurvánő, ez nagyon gyors. Volt benne szmeszék, meg rengeteg lőszer. A francba, gyorsan pakold, akkor cak le. A lőnyobba. Jó, király. Jó, király. Lemek. Lemek. Jó, van, szá. Kuci. Como telefonálás? Semi boy. Király. Jó. Ereshatnál. Hé, cső. Semi boy. Semi. Nem vettem észre. Na! Ez nagy autólopás volt. Áú! Áú! Áú, semmi baj. Aj, ne! Áú, a francba! Picába! Kuszolj már! A flaszba! Fel tudom már törni ezt a kurvágérát. Azaz, most jön ki a kocsi, geci. Király! Szír! Köci! Király! Cő! Ó, francba szekák! Ó, francba ember! Ajaj! Szír! Mondtam, hogy elszólom, köcögök! Király! Meghajtom egy kicsit az aptopán, ilyesmi! Halló, tessék! Mi a helyzet? Hát, pont most szaptam egy kócit, én nagyon... Hát, nagyon ülajossz koci, nagyon drágos polt koci, és most viszem a helyre. Hova viszed az autót? Hol most viszem a helyre, a blabusz előle elszóltam, egy nagyon komoly spolt koci, most viszem, most hívott a dillel és megyek. Utána talci... Jó, de hova? A fingom szint, majd a blabusz nem, ott van a melcin. Oké, csá. Puci. Halló, teszik! Cső, becsülvarás, ilyen már hagytam, meg ilyen jó, nem tudnának hozni esetleg valahogy. Hát teszünk micodát? Hagymát, meg paradicsom is. Hagyma, paradicsom, szietek, megpróbálok, jó? Majd szőlögök mindenféleképpen, nem eszkü, nem felejtem el. Obszor. Cső. 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 A francba. Au, semmi baj, kiszkalc, nem szok. Tetszőlekezed nagyon gyorsan? Ó, ember! No! Tetszőlekezed... Nem találtam... Most mit csinálsz itt erre? Ám semmit nem beszéltek valami szpanokat, ilyesmi, nem szeretem semmit. Fordulj meg! Eskü! Googolják ezt itt hármat, gyorsan, googolás, egy, kettő. Amúgy sábbetos vagyok, új be hátra. Jó viccesz. Letered ezt nem viccesz. Szavusz. Kétsző. Ez a packa? Elkapott valami vírust, azt nagyon... Azt mondta, hogy fáj torka, aztán elment lefeküdni. Én vitted el. Hát innen akartam elcolni. Ott azt nézzétek. Azért, mert itt ma mászik utat volt a cáfó. Az a cáfó. Megint hiszem, hogy mit csinálok. A francba. Mondom, Szemi baj, Szemi. A francba. Áú. A francba, ember. Összetörte a kocim. Kicsiben nem adkod. De hogy hisz. A francba. Legalább ceng lenne. Kurva ceng. Ja. Mi van, öcém? Kurva gyorsan patinca ide zét. Kurva gyorsan gyere ide. Fizesz ki. Egy 100-as mondanom KT-ben. Kurva gyorsan. Nagy gangster vagyok. Add ide a 100 eurót és hagyj menjek a picába. Add már ide. Rendben, átadtam. Köci. Kurva élet. Bocsánat. Be vagy lántva. Ilyeszmi. Tudjátok, van egy jó hílem. Itt meg táncol, igen? Mi jó híred? Ám csak mondom nektek, hogy felhívtam Pipacot. És azt mondta, ha leszállítjuk Gyuli bácit, ma vagy jövő héten valamikor lesz, te 75 000 leolót. Az a suttam még. Micsoda? 75 000 leoló. Sok már, sok. Annyit kapunk érte, úgyhogy szedjétek magatok össze. Köszönök. Fel kell hívni egy zajt. Én nem leszek jó szaj ember. Egy zajt elapolunk. És akkor, mert van a zaj, akkor lesz bógelis. A büdös pica. Jézusom! Jézusom! Nagyon szok. A húzász. Szunyi húz, szunyi. Levágó szút. Semmi baj, begyakoroltam a flancba. A picába, hello. Jézusom! Futász! A picába? Most benne voltunk a kis cápának a kis szájába. Hát ez úgy, hogy faszerdő. Hú, ez kemény volt. Ez kemény volt. Akkor figyeljük ki a Gloopstick-nél, menjünk iszkol, ott figyelsz. Micsoda? Neked szőrös segged van? Volt fárad vagy gyantázod, vagy úgy jó, hogy van? De úgy gyantázom. Akkor csak úgy van szőrös szem? Nem, de ki gyantázza a seggét most előszintén? Hát most mondjuk én. Most szőrös szem, vagy most nem jöttem? Abból utalod a szeket? Ez üres. Mi a fasz? Bolotanod a szeket? Ez most miért érdekel annyira? Hát csak kérdezem, hogy... Miért a borotválod? Persze, szimán. Hisz ő tényleg ugolsz a fürdőkádba, vagy felhozod a kiszlábadba búzba? Te nagyon beteg vagy ember. De most tényleg, hát most szó, hogy milyen formában ember. Hogy csinálod? Szerintem Google-val jobban úgy, mert jobban kitágod a segged olyankor. Adjatok már. Hívjad fel a... Kimutatta nekünk maga múlt Koreában, hogy hol csorog a telefon? Azt melyik ki volt az a lány? Hogy is hívják, hogy Ibiza? Akkor hív fel, hogy nem tudjuk, hol csorog a telefon, megint mutassa meg. De miért pont én? Hát te nekem nincs maga száma. Na nekem szint. Akkor bánt. Vagy akkor én most felhívom. De neked meg nem veszi fel ember. Hé, csaj, bizony. Szia, mi a helyzet? Mit csinál, Delicki? Mi a baj? Ja, figyelj csak, tudunk találkozni, mert nem tudom, hogy csak a telefon fül ki. Ne, nem tarts, ez nagyon levágósz ember! Csak hogy mit csinál? Ja, és amúgy mit csinálsz? Ja, gőban vagytok, aha. Jó, esetleg később rá is tarts vízni? Kávéra mondjuk. bank. Azt tudom, hogy minek elmondjuk hozzá. Há, köcök közmunkászók! Jó, rendben, rendben. De jó, jó. Ma nem érsz rá. Jó, rendben, rendben. A floncba. Az baj. Holnap? Mondd meg neki, érjel, holnap nem jó. Aha, jó, rendben. Fél, akkor majd jelentkezz el, jó, hogy mizu van. Ja, minden oké. Ja. Jézusom! Hát persze, ennyi. Na jó van, puszikál. Puszi, vigyázz magadra. Csá. Na hát, nem ér rám, az biztos. Viszont ott van... Akkor haltsunk be a grúzról. Azért már a grúvon vannak, barásznak, vagy 15-en. Lefegyverzés van, 3-an. Sima. Nem menj már a grúvon, hülye vagy? Ott van, vagy 20-an. Csak te elcíven nézem. Aha. Ott egy ember. Ott egy zaj. Ez körülbelül 10 ember, amit most itt felsoroltál. Á, ott vannak, nézd csak. A jó múltkorjában kellett viszont volna a munkát. Viszont ott vagy Gyuri bácsom, ugye izénél a parba, azt láttátok? Ó, tényleg ott vagy Gyuri bácsi, mert próbáljuk ki, figyelsz? Nagy stukkerre. Aha. Figyeljük ki, ott most. Nálam is szóltunk el. Most itt van, beszéltél a pipacsal, vagy mi? Beszéltél pipacsal, ez egész eszteláél, és jövőten is eszteláél, egész végig, érted? Na mondtam, hogy megfigyelj, és mindent tudunk, hogy Gyuli bácilól kifigyeltük, és már csak be kell lapulni. Ilyen profi munka. Mindent tudunk Gyuri bácsiról. Ott vannak a kocik. Ott van egy ember. Tuncizász. Állj csak meg, Ugye nem akarod ezt a kocsit elhozni, de már tudom, mire gondol. Már elég régóta ismerem. Normális! Most bejelentom, hogy valaki ellopott a rendőrségre. Ezek nem csinálják. Éjtsző, minden lentben? Ebben egy kicsit lement a vércukra. A francba. De már jó van. Á, azt hittem, hogy... Á, nem, jobban van már. Á, azt hittem, hogy úgy szétkultátok egymást, hogy elájult, érted? Kiszköcögök. Húzás. A francba. Mik ezek a sárga izék? Honnan a picából tudjam? Egyszer beszóltam nekik, és... utána megveltek a dudászlibiékkel. Hát jönnek még? Nem tudom. Semmi baj, leiszláztam. Igen, csak akkor most kell egy kocsit cserélni. Hát, kocsit le, semmi baj. Na és akkor utána úgy kell csinálni, hogy ő fellobban. És felobban, és akkor célom ki szelfit. Ajá, Tici, mit mondtál, mi vagyok én a... Milyen rádiós csicskás? Hát, csak viccelődész! Na, nem mondtam semmit, csak viccelődész, hogy cicka rádiószom vagy. Érted, viccelődész? Ne vedd már lelked lembel. Na, azt kell csinálni felobban, és akkor célom ki szelfit, hogy bekaphatják a köcsög lendülők. Hú, ezt majd tudnám, az a sok, csak nem mertem fölvenni. Már nekem is szól, úgy nézed, csak? Ó, igen. Iszolás napszem 10. Na, király. Na, lobbanász! Belelövök. Hátrébb. Júj. Na figyelj csak, hogy jön melegíti a kis szátom. Azt nézed csak. Ez jó felrobbant, amúgy. Ez nagyon jó volt. Te vizet vettél? Nézd csak az Instát. Te vizazott? És csak a Tici. Csak a Tici van rajta. Ez jó volt, ez így jó volt. Miért csak én vagyok lajta ember? És föl kell röppantani piponát karna. Ez köcsöggetsz. És neked nincs karna, még egy pluszba. Ó, bazd meg, ez köcsög. Nincs a boltba. Igen, teszik. Halló, teszik. Csácseng vagyok. Hicácseng, mi alá kívsz ember? Nem mindig jóba. Pont azért hívlak, hogy hozzá már nekem egy turmixot, te csicska. Nyolc kösz engem, te köcsög, nehogy a cajom legyél te így. A búzelánsz köcsög, meg foglak kúlni. Búzelánsz köcsög, ábuzik ceng. Hogy hozzak neki egy turmixot, te cicka, azt mondta. Ó, de ki fogom én ezt a kis köcsögöt. Na. Akkor menjünk annáért. Aj, ember. Most volt ahhoz há. Azt hiszed, hogy cém, most fog loppanni. Deal. Na mi van, köcsögök? Na most kéne képet, most kéne csinálni képet, érted? Már jön a cicé. De nem lólam ember. Ez hol van már a turmixot, te csicska? Tudom, hogy hol van a cajodnál. Annak a kis kurvánál. Jaj, tényleg a kiszugod. Jaj, tényleg a kiszugod. Mindig elfelejtem. A kiszugodat kúlom. Á, mindig elfelejtem. Megitta a kiszugod. Az a kis kurva. Kis köcsög. Az igen, az ki volt? Ceng. Jó, koszos még az a főd. Á, vakarjad a szalt, kis közmunkász köcsög. Á, kis közmunkász köcsög. Fusszál. Á, viccelődész? Haló, teszik! Csát a kobasz kutya! Hát, szerintem mindig szarálnak, hogy annyi szóval hívják. Ki mondta, hogy így hívjál? Szerintem szarálmasak benne. Kurvára, Vitom mondta, hogy így hívjálak, te kobasz kutya. Ja, az egyik cickám! Ja, most te vagy neki a cickásza? Kurvára, te vagy az én csicskám, érted? Húzelánsz, gettósz, üdöszkölmű! Köszönöm. Hozzá még egy hamit és kovasz kutya csicskám, vagy mát kovasz kutya már kétszer. Te vagy a nagy nő csábász mindig. Kovasz kutya, te korai csicska. Amúgy anyádat hív már fő. Amúgy te lasszikózt. Hír a né. Jó, volt a kis buzi. Ott volt a nő, menj vissza. A motor mellett. Hogy az se nő. Á, az se nő. A motor, nézd meg a motoron. Az egy cávú ember. Nem látod, hogy falka van? Hát nem. Oh, a forgát nem látom. Lopanyunk be a glúszlit le, úgy hiszem... Azt mondom, berobbanálsz. Belobbanálsz. A motoros követ. Persze, persze. Bele. Persze, hogy követ. Mi lenne szoksz ellen? Nem jön ellen, nem? Az egy caj. De az csaj. Mondom, hogy csaj ember. Az egy caj. És akkor mit csinálják? Lökjém le a motorról? Mennyi. Menjek neki, te normális vagy! Meglöködés oltos. De és hogyha már beládiózik... Menjél, nem van a tukker. De menj, nyomjad már! Menjél már, bontsd meg! De ez így nem jó ember, nem lehet ezt így, mert beládiózik, érted? És hogyha iszmeni bunker... Nyomjad már neki! Jézus, mit csináljak? Ládiózik! Állj félre! Nem fog félelni! Állj félre! Tényleg rádiózik, az anyámba verjem. Állj félre! Sárga motorról. Ez ki vagy? Ó, hogy hívnak? Csak annyit mondjál már! Ne rádiózzunk! Kérdezz már meg, hogy hívják? Kérdezz már meg! Hogy hívnak? Kérdezz már meg! Bukót tedd le! Kérdezz meg, hogy hívják? Kérlek! Bukót fejedre! Hogy hívnak? Bukót vedd le a fejedről! Hogy hívnak? Bukót vedd le a fejedről! Hogy hívnak ki? Hogy hívnak? Tedd fel a kezedet nagyon gyorsan. Hogy is hívják? Ismered bunkert? Ismered bunkert? Nem ismerem. Gyere gyorsan akkor, gyere gyorsan! Semmi baj! Szellemotól! Szállj a kocsiba! Semmi baj! Nincs baj! A francba! Nyugi nem bántunk! Nyugi nem bántunk! Semmi baj! Vázol föl neki! Jó, bár lesz ezt a helyszín, mellészt menjünk! Tök mindegy! Csak vázoljuk föl! Na, beszélek én, jó? Figyelj! Vicces, ne rádiózzál senkinek se, nem fogunk bántani, nem rablunk el, semmi. Hát de meglapultunk! Hát szerint igazom van teljesen! Fegyverrel, meg maszkal a fejed. Ó, jó, boci, ne alakul, ne vedd már magad la! Ja, tényleg, bocsánat, nem. Na nem, jó ez így. Na figyelj, tényleg, nem fogunk bántani, nem leszünk el mindet se, igazából egy akció kelléke vagy számunkra, semmi más. Aha, passzol. Neked is tetszeni fog. Nem, na kurva nem fog neki tetszeni, letemeteszen nem. De neki nem kell, mondjad neki, hogy mi volt. Tök mindegy, hát fáj már meg. Várjál meg egy kicsit. Menj be egy házhoz. Ide menj be. Nézd, csak ez ott lemegy. De ne ide. Mi nem? Így is jó. Jó, gyere. Hogy is hívják a Sandla? Katalina. Á, Katalina. Hány éves vagy? Jó nézel ki. Tessék? Ja, jó, csinos vagy. Köszi. Hány éves vagy? 21. Jó, király. Gyere. Kis friss robogós hús vagy. Au! Au, beleeztem, nagyon szól! Au! Au, nagyon szól! Jó. Kucsi. Katalina, én a nász vagyok, egy nagyon nagy gangster a válaszba. Az látom. Várjál csak, jött egy kocsi. Mondom, hogy autó. Elment. Na de mondjad már neki. Na figyelj csak. Fel kell hívnod egy cávót. Érted? Igen. Fel kell hívnod egy cávót, és azt kell mondanod, hogy légen dumciztatok, és... Igen. És szeretnéd elmélyíteni a kapcsolatodat vele, és lehetne minden kúlász is. Nem, csak hogy találkozzatok. Nem, fel kell, de hogy ez bunker, fel kell izgatni egy kicsit. Beszélj egy kis bugószan. Figyelj! A bugószan! Figyelj, Katrina, kapsz pénzt is, jó? Csak légy szíves. Pénzt is kapsz! Csak törd be! Mondjad, hogy szia bunker, Katrina vagyok, régen beszéltünk már, hogy vagy, tartsiszni kéne, nedves a bugyi, meg... Igen, olyasmi! Én ezt értem, srácok, ezt a tervet, de ha életemben nem találkoztam vele, akkor ez... Hazugszák! Ne törődj vele! Hazugszák! Most nem akarok itt beleszólni a dolgokba, de itt megy amúgy az út. Nem megyünk kicsit beljebb. Menjünk hátsóért. Hát itt egy út! Hát, mindenhol van út is. A flancba tényleg, le! Ugye SMS nem küldtél GPS-be ilyeneket. Na figyelj csak, Katlina! Az jó terv. Fel kell izgatni ilyesmi. Csak ennyi! Várjatok egy pillanat. Nem mondjuk azt, hogy jó vagy, fotikák. Elmegy a kőrszak vagyunk. Szóval ide kell, hogy... találkoznom kell bunkerrel, vagy valahol oda kell csinálni? Most azt gondolkodok, hogy figyeljétek Ászállalc, hol legyen ez a helyszín? Hol legyen az a helyszín, ahol a Cajszi küld neki GPS? Hát itt a helyszínen. És mi van a melcimmel? Elviszem maguk. Az is igaz. Nem mondjuk az, de várjál az alapból. Hát bunker alapból kocsival jön, vágod? Biztos. És azt is ki kell figyelni, hogyha szokkal jönnek, akkor tipli. Tehát olyan helyen kell lennünk, hogy akkor... Nem hiszem, hogy bunker sokan egy hajjal találkozik, érted? Azért... Most... Érted? Mi ez? Na már egy kicsit. Autó jön. Elment már. Jó, én fel a telci számát, várj egy kicsit. Csak... Oj, fosszult. Csak írt fel, hogy is legyen. Keresztünk egy helyet, ahol el lehet menekülni. Nem, az kell, hogy azt mondja a csaj, hogy itt lakik. Jó, király! És hogy ide jöjjön érte. Jó, csak ahol sokan jönnek, akkor el kell húzni a picába, és el kell lakni a kocsitíz. Figyeljetek, már van egy kis baj. És mi a baj? Az utca végén kibaszottól ott egy autó. Megnéztem, nincs bereszen ki. Jött egy motor! Ki van a motorra? Fingom szint. Egy másik csaj, nem? Másik csaj? Még jött ide pont motorral? Itt egy másik csaj. Ananászka, hol vagy? Várjál, te elcizek, most mi van? Belapoltátok a csajt? Jéző! Ez egy másik csaj. Most nem jó. Kisebb visszívül a keszkül. Oxa, csaj. Meg még egy motoros. Jó, húzzunk a picába innen, melyik éltetek? van egy csaj is. Még egy csaj motorra. Jó. Menekülés, menekülés. Most menekülés. Most mi van? Most mi van? Most... Húzzuk már vért be innen. De most miért megyünk a picába? Ember, annyira most már itt muszáj lenne. Menjél már. De most, de miért lett? Itt volt két szaj. Hát de te mondtad. Igen, motoros itt körözgert. Hát de mondom, hogy a faszomba találtok ide ember. Hát de mondom, laboljuk el a cajt, a másik cajt, hisz nem meneküljünk el ember. Jó, én azt hittem. Nem, azt mondom, hogy lab... A picába, most már nagyon ideges. Nagyon ideges vagyok. Na most már kurva ideges vagyok. De hogy ment oda? Hogy jött oda a csaj? Nem érdekel, most már leszalom. Hát biztos, mert ilyen vaxik vagytok, vaxik iszkecik. De most miért veszünk? Hopp, itt van még egy kocsi. Hát ez fontos. Ez jó! A plassza! Futálsz! Húzzuk a bélbe! Ajajajajaj! A plasszban lövöd az ész! A flicába! Ez itt előtt ember! De mielőtt lánk! De mielőtt lánk, csak ellaboltuk! Most mielőtt lánk! Hát ne esetem mielőtt. Ott volt két szai szem, menjünk onnan ember! Hogy küldött GPS-nek egy kérdés? Leszorom most, hogy ott a csaj, nem érdekel. Hogy küldött GPS? Nem küldött, hát végig figyeltem. Hogy küldött volna? Normális vagy. A francba, ott volt két szai, ezt is elkúrjátok ember! Hát és lebasztod, hát nem voltunk bart meg. Mert te megint hol a faszomba voltál? Eldugtam a kocsit. Ész, hogyha nem mentem volna el kocil? Nem lehetünk ilyen bénák, most meg nem lehetünk ilyen bénák, érted? Nem mentem volna el kocil, akkor most mi lenne, ha? Ez az asztalunk, a bénázás. De az meg tényleg komolyan. De hogy jött oda az a nő, meg hogy jött oda ez a sok autó? Figom színca, hogy? Most már nagyon ideges vagyok. Hogy a cipés? De figyeltünk rá, ott beszélgetett végig a benzussal. És folyamat figyeltétek a cajt? Hát nem vett elő telefon... Fölírta a számát a bunkernek? Nem, kurvára nem. A telefon nem vett elő, az biztos, tehát nem vehette elő, hát... Hármas tudfest a telefon. A maszkot vedd már le a szart férlő. Ja, tényleg. Te meg öltözzél már, Tici, mert az Instagramon fel vagy ezzel a pulcs, hogy ég a rendőrautó. Tényleg. Menj már. Kövessed. De az lehet, hogy futár, lehet, hogy drogfutár. Hétsző, mi azt állsz-e? Hétszá! Mi van nálad? Mit kell ezzel itt? Állj meg! Állj meg! Hát már lelőttem ember. Normális vagy? Hát lelőttem, mondom, hogy... Állj meg, állj! Hát... Nem, menj ma vissza! Szik! Vegyük, ami nála van, Ott a csaj. Az ugyanaz a csaj. Ugyanaz. Nem, én nem. De, ez most sikerül. Vál egy kicsit. Veszem elő a stukkert. Mert fel a maszk. Nem jó. Most mi nem jó? De, gyerünk, csinál. Á, belagadt a tempómat, boci, melement egyenes. Nem most váletsz a köcém. Köszönöm, akarom már. Á, befékezész, na mi van öcém? Most szétlőlek, kurva! Szállj be. Mi az, hogy gyere? Mi van most? Mi az, hogy ládiózol és gyere? Hallottam el. Tazlászok el! Adod a telcit! Fogom a telcit, és kurvála ad oda! Nagyon kulonyolszan! Tiszta ideges vagyok! Honnan találtak meg? Szétlövök mindenkit, esküszöm! Csak egy kérdés. Semmi baj nincs. Ez egy emberlablász. Amúgy ezt tudod már. Honnan találtak meg az előbb? Csak annyit szeretnék kérdezni. Jézusom! Bizonytesült vagy? Nagyon agresszív vagy ahhoz képest. Bocika. Hogy találtok meg? Menjünk föl Szendibe. Hát tudjam. Nem ismertem őket. Nem ismerted őket? Hát nem. És oda mennek és lánk lőnek? Figyelj már a mamasz rajtad van, azt csak megkérdezd. Persze. Haladni! Ja, úgyse láttál, leszötítetted, hogy egész ott ülsz hátul, hogy a picába láttál, csak egy kérdés. Nyugi, haver, nem kell ráfogni a fegyvert. De kurvára lád kell, és a telcidet kurvagyószon add oda valakinek, most! A rádió 10, rádió 10! Rádió 10 jó van. Nézzen onnan azt, hogy hiszen micsat lehet, hogy azért, ha engem ideges érteni. Én akkor szoktam ilyen ideges lenni, hogy éhes vagyok. Jó, bóci, kicsit kibogtam, bóci! Most komolyan kocsit váltatottak, azt visszaértettek? Ah, persze. Á, nem téged keleszünk, esküd. Tényleg nem, á, nem. Tényleg nem, ki téged kelesztünk. Azt mondd már meg neki. Ilyes a Katrina, kicsit kussolj, mikor fik vagyunk. Aha, nagyon. Akkor mondtad, nagyon profil ráadás, tényleg elég teljesen vagy előtte? Előtte. Jó van akkor. Itt jó lesz. Menj fel dombra. Áú, áú. Ez hülye, bassz. Jó már. Kuszolj, nagyon jó kis szej. Á, most állj el. Á, francba. Milyen fasz csinálsz? Ez így jó már! Srácok, tudtuk volna valami más lányt találni. Nagyon sok van ebbe a város. Nem. Csöndbe legyél! Állj meg, itt most állj meg! Ott, állj, csak meg! Menj már a koci elé, nem jó itt! Persze, hogy majd elüssön a kocsi, ha nem húzod a készítéket, nem? Mit hordasz ennyire? Állj már meg! Menj már alig, gázzal arcósz! Állj csak meg, állj csak meg! Mit hordasz ennyire? Szukkel, szukkel telci, lőszel, kábítószer? Mele van? Az igen. Hát, csak most kifagytam belőlük. Szerű lesz a tászkád, francba. Na, figyelj csak. Na, akkor úgy kell csinálni, hogy felvívott bunkert? Hogy? Te nagyon okos elvetted a telefonomat. De viszonyjuk majd. Tényleg. Na, felvívott bunkert. Ezt mondtam már, elmondtam neked, hanem az fej, hogy nagyon szeretgudott lett. Hát de most akkor hogy szalogasszam ide úgy egy cajjal, nem? Mi lenne, ha olyan csajt szereznétek, aki lehet, hogy ismer is? De Bunker nagyon sok cajjal beszélgetett, hisz már a felét, nem ismeri. De nem emlékszik lán, de neked csak hazudnod kell. Figyelj csak, Kata, hogy elkérjük ezt az ananást, úgy az a neve, hogy Cseng. Az a neve, hogy Cseng. Csengnek hívjon az ananást? Hát az a neve, hogy Cseng. Cseng. Cseng vagyok, Cseng. Az igen. Na. Akkor felhívod a bunkát, és akkor kijeleksz vele ilyesmi, hogy régen pár hónappal ezelőtt dumcisztunk, csak nem értem rá. De most talcizzunk, mert... Jaj, bocsánat, ananász! Csúszott a kezem! Jaj, nagyon fájt, normális vagy! Jaj, nem mintha direkt volna, jaj, bocsánat! Semmi baj! A francba szopkám! Figyelj csak, ne szemtelenkedjél már, jó? Most már nem csak a neve Cseng. Kapott akkor a sajtos tejfelet. Milyen csak, ne szemtelenkedjél már. Ez tényleg vicces volt. Na. Na, mi van kis pica? Hallod, a nőket? Én szimán velem a nőket, én barátnőmet is szveltem, és akkor... Az ilyen kínai szokás, vagy mi van faszom? Kulai vagyok. Na, felhívod bunkert, és akkor oda hívod, érted? És ha azt mondod neki, hogy vigyázz vele el a boltok, vagy ilyesmi, akkor kinyílunk. Az igen. Szakos férfiak vagytok, nem kezdtem szólni. Mondjátok már meg neki, ha esetleg valaki jár a útra téven, egyből tüzelek rá, mert figyelem a utat. A barátom azt mondta, hogy most ő úgy viselkedik, mint egy caj, és tüzel. Ezt üzeni. Na, akkor felhívod a telcin, és mit mondasz neki? Mit mondnak neki? Én azt mondom neki, hogy 3 napja beszéltünk. De hogy is 3 hónapja. 3 hónapja? Persze, 3 hónapja is. És hát elhívott randizni, és hogy lenne kedve még egyszer elvenni, érted? Ó, adjesz, okosz. Jó, király. És akkor majd adunk zét. Oda élünk most egy helyre, és akkor ott adok neked zét, és akkor jó, király. És menjünk. Figyelj csak, hol dolgozol? Vagy van munkahelyed? Nincsen. Hát akkor hajléktalan csöves vagy. Hát igen, ilyen szép csaj, mint te. Így van. Annyira nem szép. Na jó, ananászba szeretnék kapni még egyet. És te? Kaphatsz több se pofont, az fájni fog jobban. Hajjaj. Na, király, menjünk. Nem viccelek is. Az igen. Persze. Férfiak, az. Na, vágódjál be hát a kisanyám. Hát szeretnék, hát a szar nem nyílik. Na, várjál. Gyere! Azért már én átvittem ide. Most pisztolkozó kisanyám, szállj már be a kocsiba. Na király! Nyúzz szét, én mennyi szétszületnél, ahogy ön álunkodjál? Mennyi szétszületnél a szél? Most ezt magyarul? Mennyi szétszületnél a szél? A szél? Hát... 10-zel. Te szél? Aha, aki hatomatné, az. Lehet más nőket is rabolgatni, aki kevesebben dolgozik el. Hát, kapsz pár ezlet is kész. Nem elég. Itt elraboltatok, úgyhogy már... Hát én körül, hogy nem lövünk lábon. Mert üzűs, plegmárkosz meg üzűt. Ütegeted a csengel. Kell a szolgáltatás, vagy nem kell? Hát liftelész. Liftelész. Áú. Szép. Gratulálok. Móci, móci. Igazi balfasz vagy. A flaszba. Szóval nem nekem kell kimondani. A boci. Nagyon szemtelen csaj vagy. Áú, de hogy íz. Nagyon lahogy csicskít. És most mi az erőd amúgy, Cseng? Hova akarsz menni? Most az a tervem, hogy itt adjuk a cajszit, megadom neked a bunkernek a telci számot, felhívja a telcin, küldnek egy GPS, odaadja a telcit, és mi elmenjünk kicsit alé, persze lőtávolba, tehát ha szeretnél futni, akkor szétlövjük a kis fejed. Hát ide beállunk amúgy, ide így, hát, ide beállunk hosszába, így, jaj. De hogy hisz? Nem szabad itt lennünk olyan bunkelember. Azt mondja, hogy persze nem érzek meg, lehet, hogy máshol kívül helyettük, és akkor... De hogy hisz, tehát figyeljük a telcét, felhívja, küld egy GPS, viszont a telcit, ennyi, nem csinál semmi mást. Nagy elecak. Kis Katlina. Hát, valami olyasmi. Én pont annyira pusztítok általában. A Benzus... Senk, hány éves vagy? 21? 21 éves vagyok, de neked van passzid, miért mondogatod jól Szenke? Te egy formának kiesett? Nem tűnsz többnek 15-nél. Az ki lett verve, hanem tejfoga. Legalább azért. Na figyelj csak, ide a boltnál, nézd csak. Na most fogom csinálni, úgy csinálom, hogy legyen a telci... Föl kéne mennünk a tetejére, nem? Várjál, ma valaki adjon már neki telci számot, bunker telci számát. Na, visszadom a telcsidet. Tessék. Igen. Jó. Vegyél, légy szíves. Igen. És látom, mit fog csinálni. Jó, van. Teszik itt a telci szám, olvasd le. Jó, egy pillanat. Jó, 595, 7800. Igen. Jó, és akkor hívja, én cselkedész. Jó, én cselkedjél vele, hogy cselbicsre, hogy cselbunker, ezről nagyon régen beszéltünk, tartizni kéne, meg izőt tudod, ilyen menő legyél, rányomulós. Jó. Szívd ide. Szia, bunker! Katarina vagyok. Nem én már el. 2 hete találkoztunk. Azt mondtad, hogy keresselek, ha esetleg elmennék veled randizni. Mondom, 3 hónapja, Istenem. Ez jó. És... Igen. Nem emlékszel rám? Ott találkoztunk a cukrászdában. Ha, ügyes. Meghívtál egy cupcake-re, és mondtad, hogy odaadod a számodat, és ha szengő lesz, akkor te hívj fel téged, hogy találkozzunk, érted? Mondd azt, hogy cicanadlág van rajtad. Piros tanga van rajtad. Mi vagy most? Hozzá neki addig zét. Ennyit. Ötöst, jó? Pál ez lett, persze. És mikor tudnál ide jönni? A francba, mondd neki, hogy most nagyon kancász vagy. Halló? Na most? Hát van egy rossz hírem. Azt mondta, hogy nem tud ide jönni, mert éppen verik őt a cigányok. Na és csak teszek be a táskádba egy kis pénzt, jó? Hello, sziasztok! Én megpróbáltam is kacak, de éppen verekszik, vagy én nem tudom, mit csinál. Várunk egy kicsit. Menjetek be a boltba, addig gyorsan. De vissza a kocit. Hozzom a kocit. Van passzit egyébként, Natasza, nem. Katalina. Katalina, persze. Van passzit? Nincs. Miért nincsen passzid? Hát most majd megérted. Amész, mindjárt jön a kalácsony, ott fogsz ülni magányosan? Hát, az senki nem fog velem a ronda pulcsit fenni, kakózni, érted? Nem kérik a kezemet, hát. A francban ronda pulcisz a kis kakóz, nagyon kurva jó, az tényleg kalácsonyosz? Hát, most mondd meg. De nagyon lányomulószak a passzik, azért nincs passzid? Hát, igen, igen. De nézd! Te szék! Ja, azt akartam mondani a nászfej, hogy ha nem elraboltatok volna, akkor még lett volna köztünk valami, látod? Hát most így. Az igen. Az igen. Én köztem, és te közted? Így van. Á, francba. Hát te nem most ráboztál, Keng. Hát én nyomulós vagyok, érted? Én nem tudok cajózni még, még csak gyakorlom. De szeretném palátnőt, és csak a szelelem miatt, és ilyesmi. És jó, azért, hogy utána megalázva kuljam. És kakóznál velem karácsonykor. Kakózás, cúnya pulci, kalácsonyi díszítés. Így van. Jött egy kocsi. Gondolom tankol. Csak pencikút kurvára nem itt van. Jött még egy. Hát dehogy nem. Ott van előttünk. Na itt vagyok, csak találkoztam egy gyermekével, aki céget szeretne. Érdekes, hogy kettő ott van még egy mögöttünk. Katyőna, most adtam neked pénzt, azt hiszem, hogy jobban leszünk. De nem csináltam semmit. Esküszöm. Biztos? Esküszöm. Nagyon idegrángásom. Semmi baj! Az közel! Csinálj szemben! Kilőttem a szélvédő, semmi baj! Megint csak itt a föl a dombocskákra? Dombocska? Biztos szabad adom lesz, ha én Mr. Tagnál kezében? Jaj, így is jó. Nem mondjuk hol jobbra volt, de... Más a busz. Jó, maradjunk itt. Óvatosan. Óvatosan. Itt nincsen szín. Ki vagy olyan vonat? A szék. Ki vagy olyan vonat? Mi van ott? Mi van, hogyha jön a vonat támban? Mi van, de hogy hisz, elmegyek jobbra vagy balra. Nem mindegy tudok. Nagy tehervonat. Jó. Na itt menjünk már. Inkább meséljetek magatokról, érted? Kik vagytok, ha már így egy órája fúj. Egy órája, te hát hogy ísz? Hát a sofőr az cseng, mint mondtam neked. Igen. Én vagyok Gattuso. Igen. És a dinnye fejben pedig úgy hívják, hogy Roberto. Roberto? Á, Roberto. Borászok vagyunk. Hát, csak a maga neve beszélj. Én olasz vagyok. Capisci. Buongiorno. És miért akarjátok ennyire elkapni ezt a munkát, gyerekek? Szálljunk egy kicsit. De hogy szállok, ha jön a vonat, te normális? De hogy hisz, nem jön. Most, hogyha... Mit kell leszek ott? Mit kell leszek ott? Motoroszok, meg kociszok, hm? Nem tudom, ananászfej, nem tudom, gondolom tankolni mindenki más. Igen, mind a három egyszer akar tankolni, az? Hát, basszus, nagy a város, sokan járnak tankolni, gondolom olcsó a benzin, hát tudom én. Az mondjuk igaz. Na látod. Te nem értelen kis epel vagy? Eper? A kis epel. Miért mondta eper? Hát mert olyan kis ídesz vagy most. Oh. Na mondjuk ez jó volt, Tici. Ez mondjuk ügyes. Ez ügyes. Na, így kell felhúzni. Így kell felhúzni. És akkor azt mondod, de nem lett volna fegyvele szemben lablász, akkor... Normális, hogy kimondod a nevét, ember. Akkor lehetett volna valami bármi? Érted, a kis landi eszmi? Hát... Igen, igen. Á, francba. Mi van akkor? Ne lövöldözz már! Érted, én kimondtam, na mindegy. Tökre összeérik. De hát most nem lesz ananászos, csak ki lehet alatt. Gondolod, hogy csinálnék neked? Csinálnék neked? Ezért nem jövök ládion, érted? Ezért nem jövök ládion, nézed csak. Pedig csinálnék neked mézeszkalácot, Fincimizesz kolácisz. Hát ez... Megnéznék egy ilyen karácsonyi filmet, ott tök romi lenne. A karácsonyi film, és utána adnék neked lendeszen. Hát, hogy... Persze, hát, kellem, figyelj. Kalácsony. Húznál őt hátulról, az biztos azt, hogy szívem be a fomba. De legyél már ilyen szexuális ember, ő egy caj, nem lehet így viselkedni, normális vagy. Igen. Senki már így érthozhat már nő, vagy így csak így a bal között csak. Persze, többször is belenyaltam a női szegbe. Igen? Hát persze. De csak álmodtad meg. Dehogy hisz! Magad alá pisírtad, és értelem volt a pizsamát csinálni, nem? De most miért zúfolsz? Most ez tényleg nem így működik. Úgy tudok, mint egy tigris. Tigris. Az maximum házi macska. Na. Még... Nagyon bárcsit van. Érted? Érted? Összejönnék veled, elvinnének vissza egy gyerekmolesztálásért. Ne izgassz. Gyerekmolesztálásért? Hát én már felnőtt ember vagyok. Nem látod, hogy van egy mell címgengszél vagyok ilyesmi. Most bérelni lehet, érted? De hogy hisz, ez enyém eszkü. Na, megpróbáljuk még egyszer felhívni Telcin? De gondolom nem ér rá most, hiába próbálkoztak. Ja, figyelem, hogy mit csinálsz. Ó, jó van. És ön biztos, hogy ezzel a... Az egy zseblámpa? Az zseblámpa. És mit ki akarod világítani a szememet vele, vagy mi van? Nem, úgy tarkombasnak vele, hogy beszólsz. Az biztos. Áú, légy csinál, köszi. Csak a punkert hívja, senki más nincs szemmel, ezt nézem. Mi azt tanulunk az, hogy szépen beszélünk a nőkkel. Igen. Figyelj már, dinnye. Most az a sapka, az hogy van rajtad, meg az a szemcső, vedd már le őket. Tetszik, nem menj már el! Szia, bunker. Most ráérsz végre? Mondd neki, hogy már nem szokál mész aludni, és szedje már össze magát. Cicanadlágban lajtad. Hallod? Ráérsz most? Két személyes kocsival jöjjön, hogy beférjetek. Ne. Azt mondja, nem ér rá, és letett. Teszik. Ez... Ne telcizzél már, mit csinálsz? Ne telcsisztem, nem látod, hogy el van rakva? Elrakta a zsebébe, a sipákója, ananász. Miért? Azt csak vissza. Most mi a terv? Mit mondott? És adjam vissza? Samsung telci, persze. Most akkor mi a terv? Mit csináljunk? Mi az, hogy nem ér rá? Mi a... Semmi baj. Mit szempont? Milyen telcsi van nálad még egy? Hát ez az. Most mit csináljunk? Hát egyszerűen rohangálsz, csak ide azt is. Az meg iPhone, jól látom. De hogy hisz, elvettem már tőle. Mit csináljunk most? Mondjad már, mit csináljunk. Hát faszom tudja, nézzük meg hol van. Keressük ki. Kutassuk fel. Jó, király, el. És akkor ha bármi probléma van, akkor Nataszát kinyíljuk. Mi? Hát Katalin régen. Nem tudom, én nem. Á, Katalina, boci. A Katalina megadott a tetszi számot amúgy. Enyémet. Jó, persze. És jó, hogyha leütjük. Itt a helyszínen. És hogy a francba fogok visszamenni? Na, nem ütünk le itt, és akkor megadod a telci számod. Hát jó, hisz így. Hát akkor inkább büssétek le. Az komoly. Ezt szok mondom, hogy kurva szalú leszett. Ez letenetesen szalú leszett. Nem szeret egy gyerekmolesztálásért, mert tudjátok megfogni. De 21 éves vagyok. Ne üsz le, ne üsz le. Nem fogom bántani. 21 éves vagyok. Ez nagyon szalú leszett. Nem úgy viselkedsz, mint egy tudós. Nézd csak, Natasa, ez amúgy még kiárt neked. Most, de most... De miért? Á! Hogy beszélsz? Natasa! Hogy beszélsz a férfiakkal? Ja, az egyik lábad kolácsolja, a másik lábad szilveszel, akkor beugulnak a két ünnep között. Az igen? Na persze. Ezzel álljult, bazd meg, mi a fasz? Natasa! Natasa! Mit mondta, hogy egyik lába hogy volt? Egyik lábad kalácsolj, a másik lábad de szilveszel, akkor beugranék a két ünnep között. Már Natasa! Te mekkorát ütötte ér szegényt? Natasa! A francban normális vagy! Miért ütött szegényt? Natasa! Hát ez nem volt olyan nagy. Jó, mit csináljunk? Bunkel nem illá. Miért nem illá bunkel? Hm, itt a caj. Katrina, szedd össze magad. Minden jó a terv. Letenned ezt a jó terv. Itt a caj. Úgyhogy nem illá bunkel. Hát mit tudom én, basz? Nem vagyok ott. Ne érjen a bunker. Mit tudom én? Hát... Hogy is legyen? Hogy is legyen mi... De ez egy profi terv. Mi történt? Megvan a caj, cajra felhívjuk a bunker álomfalokkal idejön, és mi ellapoljuk, akkor most ebben hát mi a probléma? Hát most, hogy bunker nem ér rá, az a probléma. De miért? Mikor itt van a caj? Veri a faszát, mit tudom én, bassza, nem vagyok ott. Meg kell már felapődöm. Jó vagy te lány. Natasha. Nem Natasha. Katrina. Katrina, a flancba már. Locsod már föl. Nincs nálam víz. Én nem piszélem, hogy hol van egy szó. Várj, nálam van egy energiaital. Öntsd már rá kis fejére. De azt tuklósz, lagod. Megcsípi a darázs után. Mit érdekelek? Öntsd már fel. Odaadtam az energiaitalt. Bonts ki azt, öntsd rá, keljen föl. Na, azaz. Na. Cuklósz ember. Ezt ragadom, most mi van abban? Na, magát a széltől mehetünk? Na, akkor legalább bizony leszünk mi, ilyen bubis takony. Poci, felhívjuk még egyszer? Nagyon szalul leszett, Natasha, amit mondtál, hogy inkább hagyjunk itt leütve, most te most mi? Azt történt valami. Hát, nyalgázzal alszósz, látvágott egy kokit. Egy kis, hogy is mondtad az előbb, kis tejfölözt? Megpofosztalak. Megkapta egy tejfölözt. Nem történt semmi. De nem szabad, az tiszteletlenség, nem szabad. Na figyelj csak, amplói meg még egyszer. Mit mondott bunker? Mesélj már. Az, hogy a cigányok ütik őt, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt. A cigányok? Pontosabb, mint egy caj. Ütik a cigányok, akkor lehet mindenki neki segíteni, és akkor úgy elrabolni. Én mondtam, hogy szar ez a terv, gyerekek. Francba. Akkor mondja te, na te hogy csinálnád? Hogy lapolnád el? Na, mondjad. Mi lenne, ha olyat rabolnátok el, aki fontos számára is, például? Hát, ez fontos, hogy a szemben, mert nő vagy. Hát, ez nem így működik. Dehogy nem. Tényleg, aki itt isz. Hát, mondjuk, ha most... Akkor kérem vissza a zsírt. Nem. De, kérem vissza a zsírt. Csebben hagytál minket. Nem hagytalak csebben. Kérem vissza a zsírt. Nem kérjük vissza, nem kérjük vissza. Húzzuk a vélbe. Hogy is hívják? Katrina. Katrina, gyere! Hát gyere már! Most mit halózol? Nyisszam ki neked az ajtót, meg üzlőt teszelek iszbe! Ó, persze! Más pillanatban meg leüttök! Jó, boci! Nem voltál leüttök, csak kaptál egy popcornt. Nem, az nem leütés. Jó van már, boci, ne vedd már melkasztla! Á, valami összetült. Ott nem lesz állam egy hétig. Melész? Á, tudom már. Gangszeres. Így, így. Hát, Natasha, nem. Katrina? Igen? Ám remélem, hogy tartozunk, nekem szimpatikus vagy. A kis vizecke. Nekem szimpatikus vagy. Mondtam, hogy lehetettem volna ebből ilyen ananászos csoki, de hát így, hogy most már elraboltatok, megfenyegettetek. Ananászos csoki. Várj, én meg az anánsz, nem a coki, és akkor úgy. A flanc, basszul. Ó, de elkultunk, ezt olyan elkultam ember. Na, üsszök le, jó nagyot van, várj egy tájcit. És ne, szegény, ne bántsuk már. Most igen, és akkor tud információkat, így elapolták. Ez az. Sajnos, hogy fel kell jössünk. Szerintem bocsiból. De hogy ne üssz le, hagyjad a picába, szállj ki! Nem, leszel leütve! Jó, itt már nincs össze a város. Szállj ki, itt van a város. Szállj ki. Itt a város. De ne hátlafele menj, hanem előle, mert mi fogunk? Hát lemorodtál, csak is a város. Remélem, még talcizunk, szokpuci! Már megszagolom még utána az illatot. Á, Finci, á, ez meg nem volt kedves. Ez meg nem volt kedves, Finci. Állcsap meg, csak hallott, csak is ananászt akarod veled játszani. De mondom, ne alla menjen, Istenem! Hát buta nő most, mit vársz tőle? Ne alla menj! Alla egy évmére kijutsz! Alla gyere, amelle mi! Jó van már, kap! Viccelődész! Azt az ő kapjátok be, állj csak meg! Most ott még épp a szananásznak kellett játszani, azért ilyet még életemben nem mondtak nekem. A flancba, cuki szananász, ez pont az a cuki tella bolú iszre. Gyertek mész a cuki szananász. Betlen masszul neki a szananász. Tehát Tici, tudod mész a cuki szananász? Hát én, szananász, hogy cuki iszok. Nem, rászorik a fejem. Rá akarsz szarni, nem rákosultra, passzakos szétkerni. De figyeljetek, akkor egy mászik koci. Mászik koci. Koci tele.